Hamarosan elkészül a Városi Stadion új parkolója, amely több száz jármű számára biztosít a díszköves terepen tiszta, sármentes megállási lehetőséget. A 2500 négyzetméteres fizető parkolót mind a sporteseményekre, mind a piacra érkezők használhatják. A Városi Stadion főbejárata átkerült a piac felőli oldalra, és mivel edzéseket, meccseket is rendeznek itt, az előtte található parkolót már nem csak a piacra látogatók, de a stadion közönsége is rendszeresen használta. Állandó gondot jelentett, hogy csapadékos időben a parkolóban megállt a víz, ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy felújítja azt. A munkálatok jelenleg 70%-os készültségben állnak. Június 16-ig a határidővel kell megvalósítani a parkolónak a kiépítését. Én úgy látom, meg itt érdeklődtem a kivitelezőtől is, hogy tudják tartani az időpontot, ahhoz, annak ellenére is, hogy az elmúlt hetekben az egy komoly esős időszak volt, és ami hátráztatta a munkát, de úgy látszik, hogy olyan létszáma vonultak fel itt a munkateretre, hogy tudják tartani. Ez egy 30 millió fontos beruházás, ami a 2,5 milliárd fontos kormánytámogatásból valósul meg. Az új parkolóhoz 100 méter vízelvezető csatorna is készült, ez a teniszklub előtti árokrendszerbe vezeti el a vizet, így biztosítva, hogy a parkoló tócsamentes legyen esős időben is. A stadion környéki parkolási zónában a hét minden napján kell parkolójegyet váltani. Így a gyakori vendégeknek olcsóbb a 36 ezer forintos éves parkoló bérletet megvásárolni, mert ezzel napi 100 forintra jön ki a parkoló használati díja.